Szerbusztok gyerekek, sok szeretettel köszöntelek benneteket, és boldog húsvéti ünnepet kívánok mindnyájatoknak és az egész családotoknak. Amint látjátok, ez a terem most is nagyon-nagyon üres, csak itt én vagyok, Miklós bácsi, meg van még nálunk egy technikus segítő bácsi is, akivel együtt vagyunk, de nagyon-nagyon hiányoztak ebből a templomból. Éppen ezért most is szeretnék nektek egy kis ajándékot átadni, hogyha nem vagyunk együtt is, ti is tudjatok az Úristenről valami újat meghallani. Nagyon szépen köszönöm annak, aki elküldte a múlt óráról azt a kis, annak a kicsi képnek, amit ott fönt láttok, a megoldását, hogy vajon mi lehet ez, amit a Miklós bácsival az erdőben találtunk, és hosszan-hosszan szemléltünk. Hogyha a következő képre kattint a Miklós bácsi, akkor szerintem mindannyian ki fogjátok találni, hogy ez a valami, hát nem csiga volt, nem is madárfióka, ahogy páron gondoltátok, hanem ez bizony egy taplógomba, amelyik elkerült arról a faágról, arról a fatörzsről a fűbe. A taplógombának az a jellegzetessége, hogy valamelyik fához tapad, és a fának az életét, az erejét, a vizét, a tápanyagait kezdi el szívni, és abból táplálkozik. Hogyha nincs a fán, az előző képet, hogyha megmutatjuk, akkor bizony ottan egyszer csak el fog pusztulni, mert önmagában semmire sem képes. De ha a második képet nézitek, amikor erre a fatörzse erősen hozzátapad, akkor már életet tud kapni, és tovább tud élni, és terjedni. Ezt a választ, hogy ez micsoda itt a fűben, Robika találta ki, és nagyon gratulálok neki, és a szüleinek, mert bizony ez a taplógomba volt, és nagyon ügyesen megoldottad, de annak is köszönöm, aki valamilyen ötlettel hozzájárult ehhez a rejtvényhez, bizony, mi is sokáig gondolkodtunk, és csak ez a fatörzs segített nekünk kitalálni. Bizony, a mi életünk is ilyen, mint a kis gombáé. Hogyha nem vagyunk Jézushoz szorosan hozzátapadva, nem belőle táplálkozunk, akkor mi is élettelenné válunk. És Jézus pedig vállalta ezt a feladatot, hogy minket táplál, még akkor is, amikor sokszor neki szomorúságot okozunk, akkor is, amikor sokszor lefárasztjuk, de Jézus mindig hív és szeret bennünket, és mindig adja magát miértünk, mint ahogy ez a fatörzs és a gombáért. A mai nap azt mondtam, hogy lesz egy meglepetésem. Képzeljétek el, hogy érkezett messzi földről nekünk egy hatalmas nagy tabló, és ezen a tablón nagyon-nagyon sok képet tudunk majd megjeleníteni közösen, ha majd együtt lehetünk, de addig is, amíg nem, addig megmutatom nektek ezt, és figyeljétek a kamerán keresztül. Nézzétek csak! Ilyen nagy-nagy tablókép érkezett hozzánk, amelyen nagyon sok mindent lehet majd megfigyelni, megtekinteni és megtanulni arról, amit az Isten üzen nekünk. Hogyha ezt a képet megfigyelitek, akkor én biztos vagyok benne, hogy ti már ezt valahol láttátok, vagy hallottátok, és sokan ismerősnek találjátok. Bizony, bizony, ez itten Ádám és Éva. Emlékeztek? Ádám és Éva, akit Isten először megteremtett, úgy, mint titeket is. Isten teremtett meg minket, és Ádámot és Évát is, ebbe a gyönyörű szép világba, gyönyörű szép kertbe. És mindent megengedett nekik, kivéve volt egy-két szabály, amire azt mondta az Úr, hogy azt ne tegyék. Ádám és Éva nagyon jól érezték magukat ebben a kertben, de amikor meglátták azt a fát, azt az almafát, amire az Úristen azt mondta, hogy ne egyenek belőle, akkor azt mondta a kígyó Évának, hogy gyere csak ide. Éva, nézd csak meg, milyen gyönyörű pirosak ezek az almák. Ki akarsz belőle egyet szakítani? Hát Éva először egy kicsit tiltakozott, azt mondta, hogy nem, nem szeretnék, mert az Úristen azt mondta, hogy ne egyek ebből az almából. De arra kígyó azt felelte. Ó, de hát tudod, ez a tudásnak a fája. Hát akarsz-e olyan okos lenni, mint az Isten? És akkor Éva elcsábult, és bizony
vett az almából. És aztán azt mondta Ádámnak is, Ádám, gyere, te is kóstold meg. Ugye ti ilyet sose tennétek? Ugye ti mindig szót fogadtok az anyunak, meg az apunak, meg az Úristennek? Vagy mégsem? Lehet, hogy ti is elfogadtok olyan dolgokat, amiket nem szabadna? Esetleg ti is megtesztek olyan dolgokat, amit nem kellene? Vagy a testvéretek tesz meg ilyen dolgokat? Azt már nem is merem kérdezni, hogy apu és az anyu tenne-e vajon ilyen dolgokat? Hú, de szeretném azt mondani, hogy á, dehogy! Ők mindig szót fogadnak Istennek, és ti is mindig szót fogadtok Istennek. Hát, de sajnos azt kell mondanom, hogy ez nem így van. Mert ha én magamból indulok ki, bizony-bizony tudom, hogy nem mindig fogadtam szót az anyunak, meg az apunak, meg az Úristennek. Éppen ezért képzeljétek el, hogy egyszer csak annyira nagy baj lett a Földön, hogy ha ti emlékeztek, megint csak együtt tanultuk, hogy mi történt, hogy már semmelyik ember se akart szót fogadni az Úr Jézusnak, az Úristennek, és aztán nagy baj lett a Földön, mert Isten azt mondta, hogy elég lesz most már ebből. És hatalmas nagy özönvizet tett a Földre, és megmondta Noénak, hogy ha nem épít egy nagy bárkát, és nem viszi bele az összes állatot, akkor bizony ő is és a családja is oda vesz, mert most már Isten nagyon-nagyon mérges, hogy az emberek nem fogadnak szót neki. De hát azt is tudjátok, hogy a történetnek jó vége lesz, és bizony Noé szót fogadott az Istennek, és Noé bement a bárkába, bevitte az állatokat, így mentette meg nekünk az állatokat, és aztán bevitte a családját is. És mikor 40 napig esett az eső, éjjel és nappal, azután az Isten megkönnyörült rajtuk, elállt az eső, ismét szép lett minden. És felragyogott a szivárvány az égen, amely azt mutatta nekünk, hogy Isten többször ilyen nagy büntetés nem fog az emberek nem érni. Hát igen, de az ember sajnos még mindig bűnös maradt, még mindig tett rossz dolgokat, még mindig szakított le a fáról olyan dolgokat, amit nem kellett volna. Hát esetleg nem mondott mindig igazat, esetleg hangosan veszekedett, esetleg elvitt olyan dolgokat, ami nem az övé, vagy bármilyen hasonlót tett az ember. És akkor, hogy az Istennek a haragját Istennek a büntetését valaki a vállára vegye, meg kellett halni Isten fiának, Jézus Krisztusnak. Jézus Krisztus azt mondta, hogy majd én a ti bűneiteket, a ti rosszasságaitokat, majd mind ide felviszem a keresztre, és engem büntessen meg az Isten. Én legyek az, aki helyettetek büntetés kap. Ugye mekkora nagy szeretet ez? Óriási szeretet. Igen ám, csak hogy közben Jézusnak a barátai, azok nagyon szomorúak voltak, mert látták, hogy az ő mesterüknek, az ő tanítójuknak meg kellett halni. És bizony, szomorúak az emberek akkor, amikor a barátjukat nem láthatják. És Jézust levették a keresztről, és betették Jézust egy sírba. És rátették ezt a nagy, hatalmas követ, és a tanítványok nagyon el voltak keseredve, borzasztóan szomorkodtak. A követ védték a katonák, hogy nehogy valaki ide betörjön, nehogy valaki azt mondhassa, hogy Jézus feltámadt,
így azt a nagy kővel őrizték ezek a katonák, ezek az erős katonák. És itt volt Magdalai Mária, és egy másik néni is, akik együtt sírtak, és együtt beszélgettek arról, hogy nekik most milyen nehéz lesz, mert az ő tanítójuk elment, meghalt, nincs velük többé, nincs, aki őket úgy szeresse, mint ahogy Jézus szerette. Ez alatt képzeljétek el, hogy itt hatalmas nagy földrengés támadt, óriási, megjelent egy angyal az égből, és a katonák a földrengéstől és a hatalmas fényektől lefeküdtek a földre, betakarták a szemüket, betakarták a fülüket a nagy félelmükben. És tudjátok, mi történt? Az angyal eltávolította azt a hatalmas, mozdíthatatlan követ a sír bejáratától, és képzétek el, hogy ki, hanem Jézus lépett ki rajta. Mert Jézus nem maradt a sírban, hanem Jézus feltámadt. Mert megmondta a tanítványoknak, hogy föl fog támadni, de hát ők ezt nem értették, hogy mi az, hogy föltámad. Mit jelent ez, hogy majd ő velük lesz? És képzeljétek el, hogy itt a sírnál elkezdődött egy kis mozgás. Ugyanis, akik nagyon szerették Jézust, azok elindultak, ugye? Elindultak a lányok először, Magdalai Mária előre is sietett, vitte a kezében a olajat, hogy megkenje az ő mesterét. És mit lát? Hát, nézzétek, nyitva a bejárat. Hát, pedig ők még beszélték, hogy ezt a követ vajon hogyan fogják onnan elhengeríteni, de hát nincs ott a kő. Vajon mi történt? És ekkor megjelent az angyal. Hát Mária, hát ne keresd itten Jézust, hát nem emlékszel, megmondta, hogy föl fog támadni. Ne sírjál tovább, hát Jézus azt mondta, hogy veletek lesz minden nap, hát föl kell támadnia. Hát azért, mert meghalt a ti bűneiteket, nem jelenti azt, hogy ő neki ott kell maradnia, mert Isten nagyon szereti Jézust is, és föltámasztja ugyanúgy, mint ahogy majd mi is megyünk majd, és mi is föltámadunk. Hát Magdalai Mária szaladt gyorsan, elmondta a hírt mindenkinek, akinek csak tudta, a tanítványoknak, Péteréknek és a többieknek. De tudjátok, milyen az ember? Hát mondhatnak nekünk angyalok is bármit, mondhatja nekünk Jézus is, hogy ez fog történni, de sokszor sajnos nem hisszük el, hogy mi fog történni. Magdalé Mária elment, és szomorkodott a kertben. Itt sírdogált. Itt sírdogált, hogy nincs az ő mestere, most már a barlangban sincsen, a sírban sincsen. Egyszer csak mondja a Mária, hogy sírok, sírok, mert az Úr Jézus elment. Megszólal ez az ember. Hát miért sírsz, Mária? Hát azt hittem, hogy te a kertész vagy, ugye? Hát azért sírok, mert nem hallottad, hát meghalt Jézus. Hát Mária, hát nem ismersz meg engem. És ekkor Mária rájött arra, hogy az Úr Jézus áll előtte, hogy nem csak mondta az angyal, meg nem csak mondta Jézus korában, hanem most valóban a szeme előtt van, és látja, hogy feltámad. Mert Jézus mindent, amit megígér, azt megteszi nekünk. És Jézusnak azért kellett meghalnia,
mert bizony mi nagyon sokszor ezt az almát tesszük, emlékeztek? Nagyon sokszor olyat teszünk, amit nem szabadna tennünk, és Jézusnak ezért kellett meghalnia, hogy mi miattunk kapja a büntetést. De Jézus feltámadt, és ez az örömhíre ennek a húsvéti ünnepnek, hogy a sír üres marad, mert Jézus ismét él, és Jézus kijött a sírból, és minket segít minden nap, hogy tanítson bennünket, hogy hogyan kell jónak lennünk. Ezért hoztam nektek egy kis szívecskét, ami megmutatja, hogy milyenek is vagyunk először. Látjátok, a mi szívünk sajnos nagyon gyorsan, ahogy Ádámnak és Évának is ilyen fekete lesz, mert olyan dolgokat teszünk, amit később azért meg szoktunk bánni, de amikor tesszük, akkor csak tesszük meggondolatlanul, és megszomorítjuk vele Jézust. Igen, de aztán azt mondjuk, hogy Jézus ugye meghalt, ugye a kis piros vére, az letörölte a mi feketességünket, és a szívünk már piros lesz, és a legvégén, miután meggyógyított minket, és mindenre megtanított, már fehéré változik a mi szívünk. Szeretnék nektek egy kis éneket tanítani, ami úgy kezdődik, hogy rút volt szívem sötét, de Jézus oda betért. S mert megmosott a vér, már szívem hófehér. Ott járok, majd tudom, a színarany úton. Ó, micsoda nagy szeretet, lemosta bűneimet. Miután nem szoktam énekelni így magamban, most újból elkezdem egy picit magasabban, ne haragudjatok. És kérlek, hogy ti is énekeljetek velem együtt, jó? Rút volt szívem sötét, de Jézus oda betért. S mert megmosott a vér, szívem hófehér. Ott járok, majd tudom, a színarany úton. Ó, micsoda nagy szeretet, lemosta bűneimet. És most imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy lemostad a mi bűneinket, a mi rosszaságainkat, és köszönjük neked, hogy veled megtanulhatunk jónak lenni. Te megtanítasz bennünket arra, hogy hogyan viselkedjünk, hogyan gondolkodjunk, hogyan cselekedjünk. Kérünk téged, hogy ezen a húsvéton se feledkezzünk meg rólad. Taníts bennünket imádkozni napról napra, hogy közelebb kerülhessünk hozzád, és taníts meg bennünket a te dolgaidra. Kérünk, hogy tudjunk gyerekbibliát olvasni, és tudjunk egyre inkább közeledni te hozzád, hogy ahogyan az a gomba él a fatörzsön, mi is te melletted lehessünk mindig, és tudjuk, hogy az életet tőled kaptuk. Amen. Amen. És most megkérlek benneteket, hogy pillancsatok ide még a kis Nyuszira, mert tudjátok, hogy ilyenkor szokott ide jönni a Nyuszi a templom környékére, de most nem vagytok itt, ezért én most úgy döntöttem, hogy ezeket a tojásokat elteszem, és hogyha ismét együtt lehetünk a templomban, akkor majd kibontjuk együtt. Jó lesz? Remélem, hogy ti is kaptatok, otthon is jött a Nyuszi nektek egy kis ajándékot, egy kis csokoládét. Fogyasszátok el nagy örömmel, és ne feledkezzetek el róla, hogy húsvétkor Jézusnak a feltámadását ünnepeljük. Köszönöm, hogy velem voltatok, szervusztok, áldás békesség!